láttad? De láttam, láttam, láttam! Na jó. Megint mit láttál? Egy nagy csúnya bácsit. Össze volt varva a szája, a keze pedig a hasából állt ki. És hol volt az a bácsi? Otthon, a szennyes kosárban. Szerinted belefér egy bácsi a szennyes kosárba? Szerinted belefér egy bácsi a szennyes kosárba? Kicsi bácsi volt. Figyelj! Nem volt bácsi a szennyes kosárba. Tudod miért? Mert semmilyen bácsi nincs összevarrott szájjal, a hasából kilógó kézzel. Ezek csak kényszerképzetek. Milyen fények. Ne félj tőlük. Nézz szembe velük. Anya. Tessék. Nagyon kell pisilnem. Majd otthon. Hazáig nem bírom ki. Jó. De akkor tankolunk. Elintézem. Vigyázz rájuk! Semmi bőrdetektor. Mi van? Nem ismer meg? Ne. Én vagyok a vevő. Miben segíthetek? Hát tankolnék. Gyerek meg használná a WC-t. Hát a WC oda benn van. Gyere. Gyere, gyere. Megtalálod egyedül is, ugye? Igen. Jó, vigyázz magad. Nem kell őt félteni. Más, mint a többi. Nyisd ki a kulcsra az ajtót! Hallod? Mit keresel? Ajtó! Oda figyelj! A WC-t. Arra. Kisfiam, olyan vagy, mint az anyád picsája. A gyereknek. El tudja képzelni? A gyereknek visszakérdez, hogy milyen ő az anyunak? Hát ez es volt. Hagyjatok le innen! Menj a felé a szállamon, nincs hol! Fordulj el! Tudod, általában nagyon megszoktam járni tőletek. De igaza van anyukámnak. Szembe kell néznem veletek. Pontosan tudom, hogy nem létezel. És hogy nem vagy más, mint a félelem kivetülése. Nem akarok beszaglálni, akit mindenki csúfol. Úgyhogy hagyd békén, oké? Mi? Fizetni. Nem kell. Hogy nem kell? Nem kell. De miért nem kell? Miért nem? Mert a döntő miatt nem kell. A döntő miatt nem kell. Na, csak siessen. Maga milyen kedves. Igen? Kész főnyeremény. Igen, hát igen.